Éjszaka csökken a felhőzet. A Dunántúlon fokozatosan derült lesz az ég, ott foltokban köd is képződhet. Az ország keleti felében gyenge eső eshet. A csapadékzóna reggelig a Tisza vonaláig jut el. A légmozgás mérsékelt marad. Pénteken keleten is csökken a felhőzet, hazánk nagy részén több-kevesebb napsütés várható. Napközben érkezhetnek nagyobb, vastagabb felhőtömbök, és elszórtan még ezekből is számítani kell esőre, záporra. Néhol az ég is megdörrenhet. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli-délnyugati szél. Zalában hajnalban 1 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. Nyugat-délnyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet. A délnyugati szél megélénkül, 16 fokig melegszik a levegő. A folytatásban. Szombaton markáns hidegfront érkezik, ami sokfelé hoz esőt, záporokat. A nyugati, északnyugati szél megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 8 fok valószínű. Vasárnap nem lesz túl kellemes időnk, visszakacsint a télies időjárás. Élénk erős északi szélre, több helyen havas esőre, havazásra, hózáporokra van kilátás. A csúcshőmérséklet 1 fok körül tetőzik.